Teljesen át alakul ez a koncepció is, fokozatosan tér át a muzeológiára, hogy a közönséget aktívan, és most elmondom még egyszer, a közönséget aktívan bevonja a látogatókat magába a kiállítások világába. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Mahét Média Család Kávézó című műsorát látják. Mai adásunkban Kerényi Éva a vendégem. Nemrégiben, pontosabban júniusban a Gömör Kisonti Múzeum igazgató választották őt. Mai műsorunkban pedig nem csak a múzeumról, hanem a látványtervezésről is beszélgetni fogunk. Mivel Kerényi Éva már jó régen ismerősöm, ezért a beszélgetés folyamán tegeződni fogunk. Nagyon sok szeretettel köszöntelek a stúdióban. Köszönöm a lehetőséget. Kedves Évi, engedd meg először is, hogy gratuláljunk az egész táv nevében, ugyanis ez egy óriási eredmény, amit elértél. Most nem csak arról beszélek, hogy a múzeum igazgatónő Évi választottak, hanem majd bővebben kifejtjük később, hogy mi volt ez a pályázat pontosan, de egy nemzetközi pályázat keretén belül te egy elég komoly elismerésben részesültél. De ne szaladjunk ennyire előre. Engem nagyon érdekel az, hogy Igazából, amikor elvégeztel a Komenszki Egyetemen a, történelmi történelem rajszakot, akkor te hogyan kerültél a múzeumok világába? Tekintve, hogy nem ez volt a legfőbb vágyad, hogy te akár egyszer egy múzeum igazgató nője leszel majd? Teljesen véletlenül vitt az élet, vagy sodort ebbe az irányba a múzeológia felé, hiszen, ahogy említetted is, én történelem és rajz tanári szakon végeztem, és évekig olyan, olyan álmokat dédelgettem, hogy én tudományos pályára vágytam, vagy pedig egyetemen ugye ott maradni, végigjárni járni a ranglétrát az asszisztens adjunk túl, docensen keresztül, egy tanszékvezetőnek, vagy egy egyetemi oktatónak az állása lebegett így a szemem előtt, és, és mindenképp az, hogy valahogy bekerüljek ebbe a tudományos életbe, tudományos pályát láttam így reálisnak magam előtt, és, szerintem szerintem, hogyha nekem valaki azt mondta volna, akkor, hogy majd a anti Múzeum igazgató nője leszel, akkor, akkor ezt ilyen jó tréfának vettem volna. Mikor érezted azt, hogy neked, hogy téged hív a múzeum, hív ez a szakma? Hát az élet úgy alakította a pályámat, hogy annak ellenére, hogy tényleg mindent megtettem annak érdekében, hogy alkalmas a tudományos pályára. Elvégeztem ugye a kis doktori szigorlatot, később Budapesten elvégeztem a nagy doktorja, PhD képzés, tehát minden adott volt, nagyon sokat publikáltam tudományos és ismeretterjesztő folyóiratokba is, konferenciákra jártam, nemzetközi konferenciákra, hazai konferenciákra, tehát így szépen készítettem elő a, 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 pályafutásomat, a jövőbeli pályafutásomat, és hát tehát hiába, hiába próbáltam én aztán ezzel a szép portfólióval ugye, ugye kopogtatni a tudományos műhelyek vagy egyetemek kapujáin, tehát sorra egy elutasításra láttam is. És itt inkább az volt a, a, az érdekes, hogy annak ellenére sem tántorodtam el még, még, még ettől a pályától, a tudományos pályától, hanem úgy gondoltam, hogy még mindig nem vagyok elég jó, tehát még mindig több mindent le kell tennem az asztalra, és így születtek aztán később meg az egyes monográfiák, ugye a Rimaszombat kulturális életéről szóló kötetem, később a fürdőtörténeti monográfia, és is ugye még több részvétel, még több publikáció, még több jelenlét, ugye a tudományos platformon és hát még ez mindig nem volt egy jó belépő, úgy gondoltam, hogy mindig kevés az, amit leraktam, és, és tehát egy idő után már, már tényleg nagyon egyértelművé tette számomra az élet, hogy kerényé van nem az a te, te pályafutásodnak a, a jövőképe, a tudományos élet, hanem a, a múzeum, tehát sorra záródtak be azok a kapuk, amit én próbáltam volna döntögetni, és egyre jobban a, a múzeum felé sorod, sodort a, az, 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 élet. Tehát most már egyértelmű jeleket kaptam, hogy nekem Rimaszombatban és a Gömör Kishonti Múzeumban van valamilyen küldetésem. Tehát jó helyen vagy, ez azt jelenti. Említettünk egy pályázatot, ez egy nemzetközi pályázat volt, amit a Vizer Légi Társasága hirdetett meg, és 500 jelentkező közül te voltál a győztes, a te, a te műved. Na hozzátenném, hogy te kiskorodtól nagyon szeretsz rajzolni, rajzszakot is végeztél, de mégis hogy jött ez az ötlet, hogy te most indulok, kipróbálom magam, és, és, és jelentkezel erre? A felhívást én ebben az évben, ugye januárban láttam meg a szociális média felületen, és, és tényleg az ilyen próba szerencse alapon, hogy szeretném feszegetni a határaimat, tehát a rajz az végig később gyerekkorom óta, tehát mondhatom ezt így, nem csak azért, hogy rajz végeztem, hanem folyamatosan jelen volt az életemben a, a művészet, a képzőművészet, a dizájn, a tervezés, valamilyen... valamilyen oldalon folyamatosan mellettem van ez a terület, és a szakmámba is azért jelentősen kamatoztatom, hiszen ugye történész kurátorként dolgoztam le 14 évet a Gömör Kishonti Múzeumban, és, és így, a, kiállításoknak a készítése közben, így a látványtervezés így beszökött az életembe, tehát ott is tovább kísért ez a, ez a terület. És amikor felfigyeltem erre a pályázatra, természetes, hogy vonzott, egy újszerű dolog, soha az előtt még ilyen jellegű pályázatra nem jelentkeztem, és úgy voltam vele, hogy gyakorlatilag nincs mit vesztenem, maximum nyerhetek. És ez azt jelenti, hogy azt hiszem, jövő évtől kezdve, hogyha utazunk a vizerrel valahová, akkor, akkor találkozhatunk a te alkotásoddal majd. Hogy ez, hogy fog ez, kinézni? ez azt jelenti, hogy a vizer elnyerte ugye a kapadíjat, a low cost légitársaságok kategóriájának a győztese lett, és az új öko repülőgépeik már az én dizájnomat fogják megkapni. Tehát most pontosítok, hogy a nem tudom hány több több száz Vizzer gép nem lesz mind átfestve az én dizájnom szerint, hanem már csak azok az új, neotípusú, az, az A324 és az A320-as neotípusú gépek lesznek az én designom szerint a levegőben, ha mondhatom így, amelyeket már most ezzel az újszerű technikával fognak gyártani. Azért szerettem volna erről mindenképp beszélni, mert ez kapcsolódik, szorosan kapcsolódik a múzeumokhoz is, ment a kiállításokhoz, tárlatokhoz. Nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy ellátogatunk egy adott múzeumba, egy kiállításra, és picit ilyen, ilyen, nem is tudom, hogy hogy fogalmazzak, ilyen művi az egész, tehát mm -hmm. nem szabad megérinteni semmit, minden szépen be van állítva a falra ide-oda. És ha jól tudom, már te is beszéltél erről több helyen, hogy igazából most már Szlovákiában is ideje lenne, hogyha ha kicsit ezt a, az új vonalat vinnék, tehát hogy legyen érdekes, halljon valamit, izlajen valamit, érinthető legyen, a, amit kiállítanak tárgy a múzeumban, és, és azt állítottad egy adott interjúban, hogy, hogy Szlovákia nagyon-nagyon messze van még attól, ahol, ahol Magyarország tart például. Igen, tehát az élő tarlatok, gyerekkoromtól szinte ugye, folyamatosan, Ugye várak, kastélyok felé kacsingattam, és hát azóta is ugye folyamatosan hogy a családdal is a múzeumokat járjuk, tehát ez, ez, ez szinte ordít a, ez, a, ez, a, ez, a, hiányosság, de nem csak mondjuk Szlovákiában, hanem egyéb környékbeli államban is, ahol még nem tértek át erre az újszerű látványtervezésre, hogy Ugye nagyon lefixálják ezeket a tárlatokat. Tehát az azért egy eléggé korlátozottságot jelent, hogy leszűkítik egy vitrinre a kiállítást, melyben, melyet teletűzdelnek különféle műemlékkel, vagy pedig valamilyen, valamilyen műtárgyal, és ugye a falon pedig a kísérő anyag, a plagát, vagy pedig poszter, és, és gyakorlatilag ennyiből áll a kiállítás. De szerintem ezt meg lehet oldani ugyanannyi pénzből is? Lehetne érdekesebbet ugyanolyan büzséből például? Élővél, élővél, kell tenni a tárlatot, amilyen módon csak lehet. Tehát azt jelenti, hogy ma már nem, áll, nem állja meg a helyét az a kiállítás, ahol valamilyen módon nem kapjuk meg az élményt hogy meg legyen az a wow effektusa az egésznek. Tehát, hogy igen, legyen lehetőség megérinteni, ha nem is az eredeti, eredeti tárgyát, de legalább a replikáját. Ö, legyünk részesei annak a tárlatnak, éljük bele magunkat, tényleg mindegy, hogy milyen formában, hogy valamilyen, valamilyen ö, animációs program keretében, vagy élő történelmi program keretében, de érezzük azt, hogy benne vagyunk abban a tárlatban, testel és lélekkel is. Tehát ne kívülállónak érezzük magunkat, hogyha egy kiállítást nézünk, hanem, hanem annak a témának a részesévé. Inkább, inkább így, így fogalmaznék. Gondolom, hogy ez neked is egy ilyen feladat, ami, ami, ami előtted áll, hogy majd hogy, fog, hogy fogod ezt a jövőben alakítani, hogy tényleg egy tárlat olyan legyen, de uh, tudsz esetleg mondani valamilyen példát arra, hogy, hogy uh, eddig így volt ez a tárlat, hogy így képzelték el, és, és, te esetleg hogy tudnád elképzelni, hogy hogy működhetne? Egy konkrét példán tudnám most ezt például elmondani. Jelenleg is fut az intézményünkben, Gömör Kisonti Múzeumban a Petőfi Emlékév jubileumára, egy 200 as évfordulóra készült kiállítás, amely Petőfi legendás barátságait mutatja be, és az egész koncepció már erre az újszerű technológiára épít, hogy legyünk részesei magának a tárlatnak. Az, mi azt jelenti, hogy egy élő történelmi program is tárosul ehhez a kiállításhoz, főleg így az iskolás csoportoknak a kedvébe szerettünk volna járni ezzel, ami azt jelenti, hogy egy szereplő abból a korból kilép, és korhű ruhában, korabeli stílusban megjelenik a látogatók között, és elkezdik így sztorizgatni arról az, időszt, így, arról az időről, vagy pedig arról a szeméről, akiről szól a kiállítás. Ez, ez például egy ilyen uh, szokatlan látványelem, a másik pedig, pedig az, hogy ha benyitunk a kiállító kiállítóterembe, akkor nem poszterokat és tárgyakat látunk a vitrinekben, hanem egy élő tárlatot. A petőfinek az egyik, úgymond, szimbolikus tárgya, ugye, a, mivel íróról van szó, vagy költőről van szó, ezért a kinyitott naplója, az úti edzete, vagy úti naplója, maga a könyv. És ezt a könyvet próbáljuk szimbolizálni a teremben is, hatalmas felnagyított könyvek formájában, és ugyanezek a könyvek lógnak a mennyezetről is. Ugyanúgy nem hagyományos tárlókat használtunk fel, hanem sűjesztett könyves polcokat, ami szintén csak arra próbál asszociálni, hogy otthon vagyunk, és otthon is ugye a könyvek könyves polcon különféle csecsebecséket, emléktárgyakat helyezünk el, és a sűjesztett könyve, könyves polcokat szimbolizálná ez. Tehát próbáltuk valamilyen módon élővé tenni, és akkor természetesen a kísérő hanganyaga, hangzuhány, ahol, ahol abban a bizonyos szögben petőfi verseket lehet hallgatni, az interaktív kijelzőtáblá, amit ugye meg lehet érinteni, hogy az a tárlat részévé, szereplővé válik maga a látogató. Ugyanúgy a, a külön, következő ilyen, ilyen élményelem azok, azok a forgatható kockák, ahol lehet ugye a költők kapcsolatairól beszélni, vagy pedig aki pihenni szeretne, akkor leül a kis puffra, amit elhelyeztünk ugye középen, és egy rövid film etűdöt nézhet meg Petőfi és kapcsolatáról. Tehát ezek azok a dolgok, amire, amire szükség van ugye a XXI. században, mert, mert a múzeum az egy, a főleg egy ilyen nem fővárosi múzeum, sokkal nehezebb helyzetben van, mindegy mondjuk egy budapesti, vagy egy, vagy, egy, vagy egy pozsonyi kulturális intézmény, ami ugye a fővárosban van, a turisták maguktól megtalálják ezeket az intézményeket, a látogatottságuk szinte garantált. Viszont a vidéki múzeumok kell, hogy valamivel magukhoz vonzzák a közönséget, hogy ide hozzánk elutazzanak az emberek, mert itt már utazni kell. A fővárosban ha valaki mondjuk meglátogatja Pozsont, vagy pedig Budapestet és turista, az egész biztos, hogy valamelyik múzeumot meg fogja nézni. A Rimaszombat esetében ilyen nincs. Nekünk be kell, hogy vonzuk valamivel a látogatókat, és ami azt jelenti, hogy sokkal érdekesebb programot, sokkal érdekesebb témájú kiállítást kell, hogy kínáljunk, mint mondjuk egy, egy fővárosi intézmény. Te mit tapasztalsz egyébként? Jó ideje a szakmában vagy, mivel lehetett a leginkább becsalogatni az embereket a múzeumban? Egy olyan, olyan a téma, a, a téma. ki a téma? Hát az egyértelműen a téma, egy ilyen népszerű kiállításunk volt, például 2019-ben Erzsébet királyné ruhatára, Gödöllőről kölcsönöztük a tárlatot, és egy hónap leforgása alatt 1200 látogatónk volt, egyetlen hónap alatt, Tehát egész Szlovákiából. Trencsénből, tehát ők a érkeztek hozzánk. Tehát ez, amiről beszélek, olyat kell nyújtanunk, ami miatt, ami miatt bevonzuk a látogatókat, mivel egy kisvárosról van szó. Nem tudom, ez hogy néz ki nálatok, vagy a jövőben ez hogy nézhet ki. Mitől függ az, hogy, hogy milyen kiállításokat nyittok meg? Gondolok arra, hogy itt valamilyen anyagi háttérre is rendelkezni kell, de ettől függetlenül fontos az, hogy jó kapcsolatrendszeretek legyen, teszem azt Magyarországgal, vagy vagy külföldi uh, múzeumokkal, vagy hogy, hogy képzeljük ezt el? Ez mindnek az összessége, ami mm. elhangzott. <laughs> Igen. Tehát ugye anyagi források, nagyon jó kapcsolatrendszer, ennélkül nem is lehet, ennélkül semmit nem lehet, tehát ez egy nagyon kulcsfontosságú tényező ötlet és hát az, igen, hogy maga a téma, tehát például itt van ez a Petőfi kiállítás, és ugye évfordulóról van szó, tehát ha évfordulóról van szó, akkor, akkor ugye szeretnek bekeményíteni az intézmények, tehát már például 1526 közelítünk ugye a Mohácsi vész évfordulójához, és most 2023-at írunk, azt jelenti, hogy itt három év múlva Szlovákiában és Magyarországon is törökkori kiállításokat fogunk látni. És erre már most készülnünk kell. Azt jelenti, hogy már most partnereket kell, kell vadásznunk, és kapcsolatokat kell építenünk, és, és, és össze kell állítanunk egy tematikát, és Pályázatokat kell figyelnünk, hogy hova tudunk pályázni. Ugye anyagi forrásokhoz, anyagi forrás nélkül nem lehet egy korszerű és modern, modern kiállítást készíteni úgy, hogy az megfeleljen a 21. század, század követelményeinek. Úgyhogy az, például ezt a Petőfi kiállítást is egy két-három éves előkészület előzte meg. Úgyhogy ezért említettem példának ugye ezt a mohácsi évfordulót hogy ez három év múlva aktuális lesz, és már most azon kell gondolkoznunk, hogy egy olyan kiállítást tudjunk, tudjunk nyújtani a közönségnek, hogy eljöjjenek hozzánk. Meg kell, hogy jegyezzem, nekünk is volt alkalmunk kell látogatni, mi láttuk a Petőfi mm -hmm. kiállítást. Lehet, hogy az emberek fejben meg sem fordul először az, hogy ebben mennyi munka lehet. Igazából egy kis Szép kis sarok ki volt alakítva, mint az írónak mm -hmm. a, a hely, ahol írhatta a verseit, vagy ruhákat láthattunk, teljesen mindegy. Lényeg az, hogy, hogy nem lát a közönség igazából a háttérbe, nem látja a háttérmunkát. Mm -hmm. Nálatok mi okozza a problémát egyébként? Van egy jó ötlet, van már valamennyi pénz, meg van a kapcsolatrendszer, de van egy ilyen általános probléma, ami elő szokott bukni, vagy minden projektre különböző dolog jellemző. Gondolok most arra, hogy hogy valamiért nem sikerült egy, egy projektet ö, tető alá hozni. Hát olyan még nem volt, hogy legalábbis az én, az nem, jó, nem én, én nem, volt. én, nem értem még át a 14 év alatt, hogy a múzeumban dolgozok, hogy valamilyen projektet ne sikerült volna, volna átvinni, mármint hogy ha kiállításról volt szó. Itt ha van egy jó téma, ha van egy nagyon jó koncepció, meg vannak hozzá muzeális partnerek, hogy minél több annál jobb, konkrét tényekkel, koncepcióval, le tár tár tárglistával, témával, és netán még évforduló is van, szerintem akkor akkor itt én nem látok problémát, ha meg vannak elő kreativitás, meg vannak hozzá a szakemberek. Itt, ami inkább ilyen, ilyen, ilyen nem várt probléma lehet, például a mi esetünkben alakult most ki egy olyan, olyan, olyan probléma, hogy az Iparművészeti Múzeummal közösen egy, egy szecessziós tárlatot szerettünk volna létrehozni májusban az intézményünkben, és hát most ez kicsit uh, reklám is, mert ugye novemberre sikerült áttennünk végül ezt a kiállítást, nem sikerült ugye megnyitnunk a tárlatot májusban, mivel jelenleg a anti Múzeum felújítás előtt áll egy kisebb rekonstrukciós munkálatot fognak elkezdődeni még a nyár folyamán, egy pár, pár hónapig részlegesen zárva leszünk, és ebből kifolyólag csúsztatnunk kellett a kiállítás megnyitóját, de ez se jelenti azt, hogy nem fog megvalósulni ez a tárlát, csak hát csúsztatnunk kell több mint tíz éve dolgozol ott a múzeumban, most már nagyjából átlátod azt, hogy ez idő alatt nőtt vagy csökkent azoknak az embereknek a száma, akik múzeumban járnak. Hogyan látod ezt? Kább úgy mondanám, úgy fogalmaznám, hogy átalakult a múzeumok világa. Én 2009-ben léptem a Gömör Kisonti Múzeumban, és most 2023-at írunk is. Teljesen más módszerekkel is találjuk a tárlatot teljesen más uh, foglalkozásokat tartunk a gyerekeknek, vagy a mind ugye 14 évvel ezelőtt. Uh, folyamatosan egy ilyen váltáson megy át a muzeológia, így a, a, a régi világból és a, a trendekből folyamatosan egy élő múzeumok kezdenek kialakulni. Mert ez az, ez, az, ez az élő múzeummal való találkozás, ez elképzelhetetlen volt mondjuk ilyen 2010 vagy 2009-ben most is szlovákiáról beszélek, és, és teljesen átalakul ez a koncepció is, fokozatosan tér át a muzeológiára, hogy a közönséget aktívan, és most elmondom még egyszer, a közönséget aktívan bevonja a látogatókat magába, a kiállítások világába megnézzük, tehát elképzelhetetlen volt például ezelőtt 15 évvel olyan, hogy interaktív állandó kiállítás. Ilyenről nem is lehetett hallani, hát, hogy bemegyünk most egy kiállításba, akkor ugye nagyon divat most ugye ezeket a sötét színeket használni, hogy ilyen a mennyezet, mintha csillagok lennének ott, itt valami világít, itt valami hangokat hallunk, netán valami füst valahonnan előjön, szivárog esetleg ezeket az, a, képernyőkön ilyen szereplők szólalnak meg, tehát megszólal a, a, a festmény, gyakorlatilag ilyen egy interaktív kijelzőben, különvéle ilyen pedagógiai játékokat tudnak a gyerekek kipróbálni a tárlat közben. És, és tehát ez elképzelhetetlen volt néhány évvel ezelőtt. Tehát alakul át a társadalom, alkalmazkodni kell a trendekhez, mert aki nem halad, az elmarad, tehát ez a szállóige, ez most is egy aktuális, és tehát ebből a szempontból a közönség is változik, a közönség. És a mai gyerkőcöknek az igényeihez mérten változik a muzeológia is. Ugyanúgy felnőtt is jobban, jobban fog ragaszkodni a múzeumhoz, akkor ha a részévé válhat annak a tarlatnak. Kedves Évén, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, még egyszer gratulálunk, és nagyon sok sikert kívánunk még a jövőben. Én is köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak. Nézzenek minket legközelebb is. A viszontlátásra!